első előadónk Forró Krisztina, aki nem csak a non-profit civil szféra, de a for-profit vállalati szektor területén is hisz az együttműködés és a bizalomra épülő közösségek erejében. Legújabb munkaköre és feladata a Web 2023 ZRT csapatában, hogy hosszú távú közösségfejlesztéssel erősítse az Európa Kulturális Fővárosa Program sorozatot az esélyegyenlőségre, a családbarátságra és a környezeti fenntartóságra fókuszálva. Krisztina előadásában most arra keresi a választ, hogyan érthetjük meg és ismerhetjük meg az atipikus emberek kulturális fogyasztási szokásait, hogyan tudjuk ezeket beépíteni programszervezésünkbe, és milyen további előnyökhöz juthatunk ezzel a tudással, forró Krisztina. Köszönöm szépen. A magas sarkomat vettem fel, hogy egy kicsit Ja, most lehet hallani? Jó. Ha esetleg néha fúrnak, akkor majd felemelem a hangomat. A oh, szuper. Szóval köszöntök én is mindenkit, ha furcsa ilyen pulpitus mögött állni, mert én ilyen járkálós típus vagyok, de majd lehet, hogy néha kilépek mögüle. <laughs> Ahogy a bemutatkozásomban is elmondtam, vagy hát így elmondták előttem, a közösségi bevonással, a közösségépítéssel foglalkozom az Európa Kulturális Fővárosa projekt sorozat. Ban. Néhány számot hadd villan csak föl önöknek, nektek, csak hogy úgy lássátok a léptékét ennek a programnak, hogy mi is az, ami, ami ezt az egész évet lefedi. 365 napos programsorozattal terveztünk, de nagyon sok megelőző felkészülés volt, olyan programok is voltak, amik előző évben, vagy akár két évvel, három évvel az a cím, címet viselő év előtt is megtörténtek. Ebben az évben több mint egy millió látogatót vártunk, arra készültünk, hogy nagyon nagy lesz a, a jövésmenés, nagyon sokféle embert kell vendégül látnunk. És fontos azt tudni, hogy itt nem csak Veszprémről van szó, hanem a Balaton-Bakony régióról is. Tehát amikor Európa Kultúrás Fővárosáról beszélünk, vagy erről gondolkodtunk, akkor tudtuk azt, hogy szeretnénk nem csak a városra fókuszálni, hanem a régiós partnereinkkel együtt felépíteni egy olyan világot, egy olyan programsorozatot, ami ezt a nagyon nagy színességet bemutathatja, ami itt a régióban van. Körülbelül olyan tíz nagyobb zászlós hajó projektünk volt, rengeteg nagy fesztiválunk, és tényleg még annál is nagyon-nagyon sokkal több programunk, eseményünk, projektünk. Azért mondom ezeket, én nem vagyok a számok ember, úgyhogy ezért is nem nagyon akartam belemenni részletekbe. De amit el akartam mondani, hogy ezeknél a számoknál látszik az, hogy mennyire fontos az, hogy egy reziliens hozzáállással képviseljük a projektmenedzsmentet, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, akikre lehet számítani hosszú távon, minden olyan program, amit szervezünk, ott törekedjünk arra, hogy ennek a nagyon széles spektrumú közönségnek elérhetővé váljanak azok a programok, amik számukra érdekesek és megszólítják őket, illetve törekedjünk a fenntarthatóságra, ami nem csak a környezeti fenntarthatóságot jelenti, hanem a társadalmi fenntarthatóságot és a gazdasági fenntarthatóságot is. Amikor ezeket a programokat létrehoztuk, akkor ezekre a fenntarthatósági aspektusokra fókuszált különböző csoport a kisebb projektcsapatunkban. Tehát a gazdasági fenntarthatóságnál ott a pályázati rendszerünk figyelt arra, hogy azok, akik a, velünk együtt megvalósítanak programokat, azok tudják azt, hogy mi fog történni velük a következő évben vagy öt év múlva. Um, ezt úgy segítettük elő, hogy nagyon sok képzést tartottunk azoknak a partnereknek, akik nyitottak voltak rá. Nyilván ezek nem kötelező képzések voltak, hanem lehetőség volt arra, hogy hosszú távon tudják fejleszteni a programjukat. És ezeken a képzéseken el, meghívtunk olyan pénzügyi szakértőket, vagy nemzetközi ö, pályázati rendszerben jártas ö, partnereket, akik tudtak segíteni a pályázóknak. Ugyanígy voltak olyan képzések, amik a a hozzáférhetőség, tehát a társadalmi fenntarthatóságról tartottak előadást a partnereinknek, itt beszélek akár a fizikai, kommunikációs akadálymentesítésről, voltak olyan tanácsadók, akik a környezeti fenntarthatóságról beszéltek, és elmondták azt, bemutatták azokat az eszközöket, hogy hogyan lehet programot szervezni úgy, hogy ezeket a fenntarthatósági aspektusokat figyelembe vegyük. akkor beszéljünk egy kicsit az atipikus látogatók kultúrafogyasztási szokásairól. Um, azért ezt a fogalmat hoztam ide, mert amikor az autispektromos barátom, a beszéltünk erről, akkor ő szokta mindig mondani azt, hogy mindig fogyatékossággal élőkről, meg egészségesekről beszélünk, és ez egy ilyen teljesen furcsa világ. Nem, tehát, hogy nem ez a két csoport van, és itt szerintem ez az atipikus uh, fogalom, ez egy nagyon uh, jó Ebben az aspektusban, vagy kontextusban elnézést a tolmácsoktól, hogy néha belebonyolodok a saját mondataimba is, úgyhogy remélem, hogy lehet azért követni. Um, szóval, atipikus személyekről beszélünk, amikor uh, az, amikor beszél, gondolkodunk egy programról, egy projektről, és elképzeljük azt, hogy érkezik oda hozzánk egy. Uh, egészséges, fiatal, minden ételt fogyasztani tudó, látogató, aki jól lát, jól hall, jól érti azt, amit mondunk, és akkor megcsináljuk a programot, és rájövünk arra, hogy valójában ez a célcsoport, ez azért elég szűk. És amikor hozzánk érkezik akár ennek a tipikus látogatónak az nagymamája, vagy a gyerekei, vagy esetleg olyan rokona, aki mondjuk nagyot hal, vagy éppen most műtötték a térdét, vagy esetleg kerekesszékben él, vagy valamilyen allergiája van, akkor rájövünk arra, hogy nagyon sokféle olyan tényezőre kell figyelni, ami elsőre nem biztos, hogy az embernek eszébe jut, amikor szervez egy programot, eseményt, egy kiállítást, egy gasztrovacsorát. Úgyhogy mi, amikor nekiálltunk az Európa Kultúra Programév szervezésének, akkor leültünk ötletelni, meghívtuk a, a helyi kulturális intézményeknek a képviselőit, meghívtuk a, a helyi fogyatékos ügyi szervezeteknek a képviselőit, és velük történt egy ilyen hát brainstorming, egy ötletelés arról, hogy mik azok a tényezők, amik fontosak a kulturális programszervezésben. Elmondták, hogy mik az igények, milyen megoldási javaslatokat, tehát milyen megoldásokat lehet behúzni. Úgyhogy így létrejött egy szótár, ami sokszor már egy alap segítség arra, hogy milyen fogalmakat vagy kifejezéseket használjunk akkor, amikor kommunikálunk egy programról, egy adott célcsoportnak. Ebben a szótárban is le lett írva, hogy mit szabad és mit nem, mi az, ami. Amit érdemes használni kifejezések, ami nem sértő, ami, ami um, nagyobb célcsoportnak is érthető. Létrejöttek olyan tréninganyagok, amiket később a mentorálási um, folyamatainkor használtunk, hogy hogyan uh, segítsünk egy látássérült látogatót, hogyan segítsünk egy kerekesszékkel érkező látogatót, hogyan kommunikáljunk autizmussal élő gyermekek szüleivel vagy a gyerekekkel. Um, itt világítottak rá arról, hogy milyen olyan eszközök vannak, amiket tudunk használni egy-egy program során, és nagyon jó szakmai kapcsolatok épültek ezeken a találkozókon. És akkor megszerveztük az első akadálymentes fesztiválunkat, a filmpikniket, és remélem, hogy jól emlékszem az évre, de hogy én akkor még nem dolgoztam itt, de azt gondoltuk, hogy remek sikert értünk el, mert akadálymentesített kis busz vitte a várban lévő vetítésekre azokat, akiknek mondjuk igényük volt rá. Akadálymentes helyszíneket jelöltünk ki, mert hogy voltak olyan mozitermek, ahol be lehetett menni kerekes székkel is a látássérülteknek készítettünk olyan Word dokumentumú leírást a honlapon, ahol el tudták olvasni, hogy hogy tudnak odaérkezni adott helyszínre, tehát oda tudtak találni, illetve voltak feliratos filmek. Na hát, nem volt siker ez a fesztivál, mert azt mondtuk magunkról, hogy akadálymentesek vagyunk, és ezeket mind megcsináltuk. De valójában, ha belegondolunk abba, hogy érkezik hozzánk egy hallássérült, és ott van mondjuk több száz film, és abból három darab feliratos, akkor azért ugye az embernek lehet, hogy kinyílik a bicska zsebében, hogy de én nem azt szeretném megnézni, ahol hosszú monológok vannak felirattal, és a feliratot sértem, hogy éppen most a nő mondja, vagy a férfi mondja, most veszekednek, vagy énekelnek. Oda kell figyelni. Ugyanez a, az akadálymentesített helyszínek. Itt is nagyon nehéz dolgunk volt, amiatt, hogy volt adott um, számú helyszín, ahol mozgóképet lehetett vetíteni, és ezek közül nagyon kevés szám, talán kettő vagy három volt olyan, amit akadálymentesen meg lehetett közelíteni. És um, azért az igazsághoz az hozzátartozik, hogy igen, van támogatási keretünk egy-egy projektnek a megvalósítására, de nagyon sokszor az, hogy egy, egy rámpát oda lehessen építeni, vagy minden téren akadálymentesíteni lehessen egy helyszínt, az azért nyilván sokkal nagyobb költséget igényel. Úgyhogy meg is kaptuk a visszajelzést a fogyatékossággal élő szervezetektől, hogy ez így nem, nem oké, és hogy, hogy ezen még dolgozni kell. És nyilván be is láttuk, hogy nagyon fontos az, hogy jól kommunikáljunk ezekről az elért eredményekről, illetve azokról, hogy mi az, ami várható egy-egy egy fesztiválon eseményem. Úgyhogy folytatódott a kommunikáció a közösségekkel, a szervezetekkel, és minden egyes újonnan megszerzett információt beépítettünk a, a projektjeinkbe, a programjainkba. És itt is ezért nagyon sok akadályba ütköztünk, mert azért azt is be kell, hogy valljam, hogy sokszor van az, hogy noha elmondjuk, hogy ez egy horizontális alapérték, sokszor van, hogy egy adott program során nincsen akkora keret arra, hogy mindenre odafigyeljenek, és akkor mindig megkapjuk a választ, hogy jó, de hogy most azért az egy emberért miért, vagy, vagy azért a, nem hiszek a, Repoharak visszaváltásában, hogy hagyjál ezekkel a butaságokkal, és, és hogy akkor most szeretően gyűjtsem a szemetet, aztán persze ki ellenőrzi, hogy azt hova viszik. Szóval hogy az a nehéz, hogy nagyon sok szkeptikus emberrel találkozunk, és ezért volt fontos az, hogy tényleg türelemmel és folyamatos kitartással visszatérve mindig ugyanazokhoz az emberekhez mondjuk, hogy uh, miért fontosak ezek a kezdeményezések. Úgyhogy azt mondanám, hogy például a Hold szezon irodalmi fesztivál az már egy sikeresebb változata volt az akadálymentesítésnek. Itt viszont figyeltünk arra, hogy nem úgy kommunikáltuk, hogy ez egy akadálymentes irodalmi fesztivál, hanem ez egy olyan irodalmi fesztivál, ahol vannak programok, amiket akadálymentesítettünk az érdeklődők számára. Ezt már úgy csináltuk, hogy leültünk minden egyes szervezet képviselőjével, vagy igen, részvevő vagy tagokkal beszélni arról, hogy mik lehetnek azok a programok, amik az ő, vagy ő közösségüknek érdekesek lehetnek. Mert amikor például a helyi vezetőjével beszéltünk, elmondtuk nekik, hogy milyen beszélgetések vannak ezen az irodalmi fesztiválon, milyen workshopok vannak, filmvetítések, előadások, stb. És akkor ő elmondta, hogy a azoknak, akik mondjuk hallássérültek, itt is ugye elég széles spektrumon mozog, hogy ki, aki hallássérült, van, aki születésétől kezdve, van, aki időskorára vesztette el a hallását, van, aki ismeri a jelnyelvet, van, aki csak szájról olvas, vagy nem csak, de hogy van, aki szájról olvas. Tehát nagyon széles a, a skála, de hogy mondjuk nézzük meg, hogy kinek mik lehetnek érdekesek. És így készültünk fel, mondjuk egy-egy beszélgetésnél jelnyelvi vagy hirdettünk meg olyan programokat, amiket azok is tudnak élvezni, vagy érdekes lehet, akik hallássérültként élnek. Ugyanígy a Vakok és Gyengék Szövetségével is beszéltünk, hogy onnan képviselőkkel is végigmentünk a helyszíneken, és bejártuk a tagokkal, hogy egy-egy kávézóban hogyan lehet bemenni, hol van a mosdó, hol van a bárpult, stb. És itt már viszont az önkéntesek segítségét használtuk. Tehát az önkéntesek is eljöttek velünk ezekre a helyszínbejárásokra, és ők ö, ismerték meg azt, hogy hogyan tudnak egy látássérült, vagy hát egy, egy vak ö, embernek segíteni a tájékozódásban, ö, segítséget nyújtani bármiben, amikor, ha igénye van rá. Ö, Tudtuk azt, hogy ezek a kávézók nem akadálymentesek, úgyhogy itt úgy tudtuk megoldani a bejutást, hogy mobilrámpákat béreltünk, és beszéltünk a helyszínekkel, hogy ha érkezik olyan látogató, aki igényt tartaná rá, akkor mik azok, tehát hogyan kell egy ilyen mobilrámpát használni. És minden egyes helyszínnél, programnál jelöltük azt, hogy nyelvi tolmács van, vagy mobilrámpa, vagy nem tudtuk megoldani, hogy nem akadálymentes, de itt azért szerintem sokkal magasabb ö, százalékban tudnám azt mondani, hogy elégedettek voltunk a programmal. És ami a legfontosabb az az, hogy jó kommunikáció, az az, ami szükséges. Mert hogyha elmondjuk a legelején, hogy ez a helyszín nem olyan, ami amit meg lehet kerekes kerekesszékkel, akkor nem fogod jönni és csalódni a látogatónk. Nem csak a programoknál végeztünk uh, ilyen fejlesztő és mentoráló és um, hosszú távra gondolkodó um, előrehaladást, hanem a kulturális intézményeknél is. Um, volt egy olyan programunk, hogy 10 hónap 10 kihívás, amiben a Veszprémi kulturális intézmények vehettek részt. Uh, volt köztük könyvtár, színház, az Agóra, a művészetek házát, tehát nagyon széles volt itt is a spektrum, vagy a skála, hogy milyen jellegű kulturális intézmények vettek részt a, ebben az auditban. Volt egy tanácsadó szervezet, akik végigmentek minden kulturális intézményen, és megnézték, felmérték azokat a tényezőket, amiken fejleszteniük kell az intézményeknek. Itt nem csak a fizikai akadálymentesítésről volt szó, hanem szó volt az online kommunikációról is, hogy hogyan tudják azt fejleszteni, szó volt a környezeti fenntarthatósági tényezőkről, hogy hogyan tudják, hogyan tudnak abban fejlődni. tehát a tíz témából kettő volt olyan, ami mondjuk ide ebbe az előadásra behozható. A társadalmi felelősségvállalásról annyit tudok mondani, hogy Miután felmérték, hogy mondjuk a fizikai szempontból hogyan tudják akadálymentesíteni az épületeket, létrehoztak egy ilyen listát, hogy mik azok a tényezők, amiket fejleszteni kell. Ezek alapján, a listák alapján megírták a pályázatukat a kulturális intézmények, megkapták rá a támogatást, és így tudták fejleszteni az intézményüket és utána pedig monitoringot hajtottunk, vagy végzünk most is, megnézve azt, hogy mire fordították a támogatási összeget, és hogy sikerültek-e azok a fejlesztési, fejlesztések, amiket megterveztünk nekik. Itt például egy példát lehet látni, ez az Agórában a babamama sarok. És amikor programot szervezünk, vagy intézményre gondolunk, akkor az elérhetőséget nem csak a fogyatékossággal élők célcsoportjára értjük, hanem gondolunk itt az idősekre és a kisgyerekes családokra, a külföldi látogatókra, akik nem beszélik a magyar nyelvet. Úgyhogy itt ezt ilyen látogatóbarátságnak fordítottuk magunkban. Hogyha akadálymentességre gondolunk, akkor itt a projektmenedzsereknek. Célul tűztük ki azt, hogy legyen egy érthető, könnyen értelmezhető magyar nyelvű leírás arról, hogy hogyan tudják megközelíteni az esemény helyszínét az odaérkező látogatók. Ha odaérkeztek, akkor ott legyen az alapszükségleteknek alapszükségletek kielégítésére megfelelő helyszín, tehát a mosdó, a parkoló, az, hogyha mondjuk egy recepciós pulthoz érkezik, akkor ott tudjon tájékozódni az odaérkező látogató. Ennek minden fizikai és kommunikációs akadálymentesítő eszközével. Azok, akik dolgoznak a programban vagy a projekten, azok képezve legyenek arról, hogy hogyan tudjuk fogadni az odaérkező bármilyen fogyatékossággal élő látogatókat, legyen szó akár önkéntesről, akár fizetett munkaerőről. És ugyanígy nagyon fontos az, hogyha ha akár az autizmussal élő gyerekek családjára gondolunk, akkor legyen egy olyan csendes zug, vagy nagyobb fesztiválon sátor, ahova ezekkel a gyerekekkel lehet kicsit vonulni és nyugalmat találni. Ez most csak pár tétel volt abból a listából, amit azoknak a programmenedzsereknek adtunk, akik nálunk programot valósítottak meg. A reggeli kávézásnál erre utaltam, hogy mm, amikor programot szervezünk, vagy erre a kulturális évre gondolunk, akkor nem csak a mi saját kis projektcsapatunkra kell gondolni, hanem arra a több száz partnerre is, akik a régióban, meg Veszprémben pályázatos programot valósítanak meg. Nekik tartottuk a mentorálási alkalmakat a felkészülési év során, illetve volt egy kritériumrendszer, amit teljesíteniük kellett ahhoz, hogy a horizontális alapelveinknek megfeleljenek a pályázatukkal. És a fogyatékossági témakör kör után a gyermek és családbarátságra, hogyha egy kicsit rátérhetek, itt is ez is egy nagyon fontos terület volt a programfejlesztésnél, hogy viszonylag még új dolog az, hogy oké, okay, gondolunk a környezeti fenntarthatóságra, de hogy ha a kisgyerekes család érkezik a programunkra, akkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Rudi a lufi hajtogató bohócot kell és akkor a gyerekek el vannak, hanem itt is az alapszükségletek sokszor nem, tud, nem, tudják kielégíteni. Legyen szó mosdóról, etetésről, árnyékról, vízről. Szóval ezek a teljesen basic alap, alapelvek azok, amik, amik sokszor nem jutnak eszébe a, azoknak a fesztiválszervezőknek, akik nem gyerekfesztivált szerveznek, hanem felnőtteknek való fesztivált. De most már ugye egyre inkább Mm, szokás az, vagy lehet, hogy régen is az volt, csak még nem értem bele ebbe a korba, és nem figyeltem, hogy a fiatal felnőttek kisgyerekkel mennek fesztiválozni, mert még élvezik a koncertet, és akkor utána mennek haza, vagy nem tudják kire hagyni. Úgyhogy itt a fesztiválszervezésnél fontos volt az, hogy a kisgyerekes családokra is figyeljünk Uh, pedig mindig sokkal gyorsabban beszélek, mint szoktam, úgyhogy bocsánat, úgy látszik, belemélyültem. Úgyhogy itt van a lista, hogy mondjuk egy sarokban mik voltak azok, amik uh, fontosak voltak. Nem is magyarázom túl, akinek van már kis gyereke, az tudja. Akinek meg lesz, az meg uh, kérdezzen meg engem, és majd elmondom, hogy mikre kell odafigyelni. Úgyhogy ezekből a, az évekből, a tapasztalatokból, a kapcsolatokból nagyon-nagyon sokat tanultunk. Főleg azt, hogy folyamatos kommunikáció szükséges azokkal az emberekkel, akiknek programot szervezünk, és miután szerveztünk egy programot, akkor is van mindig hova fejlődni. Tétellistát is tudok adni, hogyha valakit érdekel, de szerintem sokkal fontosabb a leírt anyagnál a folyamatos párbeszéd, és így lehet igazán. Közösséget építeni, közönséget fejleszteni, és sokszor van az, hogy amikor beszélünk ezekkel az emberekkel, barátainkkal, akkor rájövünk arra, hogy nem feltétlenül kell milliókat költeni ahhoz, hogy akadálymentesítsünk egy programot, egy eseményt, egy, egy kiállítást bárkinek, hanem egyszerűen csak nyitott gondolkodás kell, kreativitás és, és segítőkész hozzáállás. Úgyhogy erre buzdítok mindenkit, hogy tartsuk a kapcsolatot és beszéljünk folyamatosan egymással. Köszönöm szépen a figyelmet!